Sziasztok! A mai videóban egy átlagos munkanapomat hoztam el nektek, és azt fogom bemutatni, úgymond a gazdi szemszögéből. Felkeltem, elkészítettem a kávét, természetesen Merlin megkapta a reggeli jutalomfalatját, minden reggelünk így szokott indulni, és miután megittem a kávét, bementünk a fürdőbe, és bekapcsoltam a hősugárzót, Merlinnek ez a kedvenc része, egyszerűen imádja. És egy kicsit betekintést nyerhettek, hogy hogyan is zajlik egy átlagos napunk, amikor tartalomgyártás is van, illetve munkanap is van. Most ebben a részben azt láthatjátok, ahogy próbálom kiválasztani, hogy Merlin milyen szettet állítson össze magának. Ilyenkor beteszem a ring lightot, és általában így szokott kinézni a ruhaválasztós videó hátulról, amit ti nem láttok, és miután kiválasztotta a ruháját, megkapja a jutalomfalatot, ami véget imád öltözködni, összeköti a falatkával, és utána szoktunk elmenni reggeli sétára. Most elég jó időnek tűnt, habár azért annyira nagy meleg nem volt, de ahogy láttam, nagyon szépek a fények, úgyhogy mindenképp fogok videót készíteni. Merlin itt már nagyba sétál, menő szettjében. Ezt a részt ugye már többször mutattam nektek, de itt leszoktam venni a pórázt, viszont csak azért, mert ez egy nagyon belátható rész, és nem nagyon sétál itt senki, csak a kutyások, őket pedig messziről látom, hogyha érkeznek. Hát még elég korán volt azért, mert ugye viszonylag korán kell lemenni sétálni ahhoz, hogy mindent el tudjak végezni utána, ameddig nem kezdődik a munka. Itt rendbe teszem a szobát, és ilyenkor, ami esetleg megmaradt mosogatni való, bár igyekszek este elvégezni, ezt meg szoktam csinálni. Úgy gondoltam, hogy kimosom most gyors reggel a Merlinnek a ruháit, és ameddig ezek a mosógépben vannak, addig kivasalom a mi ruháinkat is. Ilyenkor általában kikészítem, hogy mit fogok felvenni aznap, természetesen Merlin mindig erre fekszik rá. Összekészítettem az ebédet, gyroszt készítettem édes burgonyával, illetve salátával, rajta ilyen fokhagymás öntet, úgyhogy ez lesz ma az ebéd. Ezen kívül szeretnék vinni almát, ezt nagyon sokszor szoktam, és ezt a fajtát imádom, ez a legfinomabb alma szerintem a Lidlből, úgyhogy most ezt összevágom, és mehet is a dobozba. Mindig szoktam hagyni, hogyha almát eszek egy kicsit, ez egyiket Merlinnek adom, a többit a hörcsögöknek. Szeretnéd ezt az almát? Na nézzük. Megeszed? Meg! Kincsi? Jó volt? A hörcsögök ilyenkor még alszanak, és teljesen megette ő is a magukat, úgyhogy ezt majd este feltöltjük. Most viszont kap egy almát, hát ha napközbe fel kell. Na kérem, itt van aztán egy jó nagy káosz. Itt ki van fúrva minden, de már érik egy hörcsögtakarítás, mert széttromboltak mindent. Ő is kap egy almát, aztán nézzétek meg, mi van itt, úristen! Adok egy almát Szotyinak is, de mivel ő törpe hörcsög, ez véget nagyon ritkán kap almát, meg ilyen picikét, de ő is alszik. Legalább itt nagyjából rend van. Van itthon még kettő mandarin, azt is elviszem délutánra. Miután mindent elvégeztem itthon, be is ültem az autóba, és elindultam a munkahelyemre, ahonnét nem fogok videót készíteni, mert arról azért nem szeretnék videókat gyártani, viszont amint végzek a munkával, jövök vissza, és mutatom, hogy hogyan zajlik a nap további része. Ilyenkor általában Merlin egyedül van otthon, viszont a párom hamarabb haza szokott érni. Na, itt már haza is értem, és mentünk ki az esti sétára. Itt már nagyon sötét volt. Most pedig arra gondoltam, hogy megmutatnék nektek egy csomagot, ami nemrég érkezett. Ez ugyan nem állatos, viszont szerintem nagyon izgalmas. Már ide is készítettük Merlinnel. Merlin, hadd mutassam meg. Ez egy rosszmanos csomag, és képzeljétek el, hogy már hónapok óta vadászunk ezt a terméket, ami nem más, mint a rozmaringolaj, vagyis ilyen fejbőr szérum. És képzeljétek el, hogy ez baromira hatásos, mert egy csomó ilyen kis babahajam nőtt, majd úgyis megyünk be a fürdőbe, és meg fogom nektek mutatni az eredményt, ami már idáig kijött, illetve hogy hogyan is kell használni.
Ezen kívül szedtem rozmaringot, és azt szárítom, úgyhogy majd azt is el fogom készíteni és kipróbálni. Viszont ez nagyon hatásos, nem is kerül sokba, mert 1600 forint, és tényleg megéri kipróbálni. Ebből rendeltem 10 darabot, úgyhogy egy jó darabig elég lesz. Wow. Mellén. Úgyhogy most ez lesz a program, hogy bekenem a hajamat, meg lemosom az arcomat, addig pedig Merlin bejön a fürdőbe, és ott szokott játszani. És utána pedig jöhet az edzés, meg a nyújtás, ahol tudjátok, hogy mit szokott csinálni Merlin, verekedni. Úgyhogy valószínűleg most is ez fog történni. Jó reggelt! Itt van mindegyik. Kíváncsi óra is itt van. Imádom ezeket. Most mondjátok azt, hogy nem influencer a kutyám. Konkrétan előveszem a telefont, benyomom a kamerát, és egyszerűen itt van, itt terem, és nem hagy békén még akkor se, hogyha nem róla van szó. És nyomul, és mászik ezerre felfelé. Főnök. Majdnem elfelejtettem mutatni, közben idehoztam, hogy ugye itt van a rozmaring, ez amit szárítok, így néz ki, hogyha esetleg nem ismeritek, közben Merlin is megnézte, és ezt kell leforrázni, úgy kell elkészíteni, mint hogyha teát főznétek, jó forró vízzel, és utána ebbe a kis adagolóba fogom betenni, bocsánat, csak közben Merlin meg akarja enni a rozmaringot, szóval ebbe a kis adagolóba kell majd beletenni, és akkor szépen így lehet majd rákenni a hajra, ezt viszont csak hajmosásnál fogom kipróbálni, mert össze fog ugrani a vízről a hajam, amit még nem szeretnék, úgyhogy mindenképpen csak ezt a kis olajat akarom kipróbálni. Itt gyorsan megmutatom nektek, hogy hogyan is néz ki az esti rutinom, ha már Merlin rutinját láthattátok, megmutatom az enyémet is. Itt kezdtem meg először ezt a rozmaringos olajat, mert az előzőt már elhasználtam, és hogyha ti is ilyet vesztek, igen, van rajta papír, és először azt kell leszedni. Én a legelején letörtem a tetejét, úgyhogy arra figyeljetek, nekem nem volt annyira egyértelmű. Aztán bekenem vele a fejbőrömet mindenhol, és utána jól belemasszírozom. Ezt általában minden este meg szoktam csinálni, mert nem olyan túl jó a hajam, úgyhogy igyekszek javítani rajta. És miután ezzel végeztem, ki szoktam fésülni, és a végén minden este be szoktam kenni olajjal egy kicsit, legalábbis a végét mindenképp. Na és már az előbb mondtam nektek, hogy meg fogom mutatni, hogy mennyi baba hajam nőtt, bár már hónapok óta használom, viszont ez az a termék, amit bátran merek ajánlani bárkinek. Természetesen ez nem reklám, viszont nekem nagyon bevált, és úgy hallottam, hogy több embernek már ez működött, úgyhogy csak ez véget gondoltam, hogy megmutatom, hogy hogyan szoktam használni. Utána, hogyha ezzel végeztem, felszoktam kötni a hajamat, itt már Merlin is idejött és érdeklődött, hogy mit csinálok, és utána leszoktam mosni a sminkemet. Ezt igyekszek minél hamarabb elvégezni, amikor hazaérek a munkából, hogy utána már friss arccal legyek itthon. Igazából az, hogy itt milyen termékeket használok, teljesen mindegy, mert mindig szoktam váltogatni, igyekszek kipróbálni minél több félét. Egyelőre még nem találtam meg azt, ami a legtökéletesebb lenne az én bőrömnek, de igyekszek mindent kipróbálni, ahogy csak lehet, és mostanában próbálok rászokni arra, hogy este is reggel is használjak arckrémet,
mert hát idáig nem nagyon használtam, és jó lenne, illetve jó tenne a bőrömnek, hogyha erre rászoknék. Ezután következik a nyújtás, mivel a munkában általában 8 órát üléssel töltök, nagyon jól esik egy kicsit mozogni, Merlin természetesen mindig jön és segít. Ha nem hagy békén, akkor be szoktam vetni általában ezt a nyúlfület, ez egy ilyen szárított nyúlfül, amivel legalább egy 4 óra 20 percet el van. És ameddig ezt rákcsálja, addig nyugodtan meg tudom csinálni a saját dolgaimat, akár a nyújtásról van szó, akár bármi másról. Itt már végeztem a nyújtással, igen, szokásom ilyen bután felhúzni az oknit itthon, de igyekszek így nem kimenni az utcára, bár van, amikor sikerül, biztos, hogy nagyon mosolyognak rajtam. Utána pedig végre valahára eljutottam a vacsoraidőhöz, mert már farkaséhes voltam. Merlin természetesen jött, hogy megnézze, mit készítek, de ez neki nem lesz jó. Persze Merlin ilyenkor már rég megvacsorázott, csak azt elfelejtettem nektek megmutatni. Viszont én most avokádót fogok enni, megmutatom, hogy hogyan készítem. Remélhetőleg ez egy jó és érett avokádó, már jó pár napja itthon van és érlelem, úgyhogy nagyon bízok benne. Szerencsére nagyon finomnak tűnik, én ezt pirítós kenyérrel szoktam enni, és egyszerűen imádom. Persze pofára esik, miért is ne pont a videóban. Na mindegy, kikanalazom belőle az avokádót, teszek bele majonézt, egy kis sót, illetve fokhagymaport, és ezt szoktam általában összekeverni, és más nem is szoktam nagyon használni. Valamikor rendes fokhagymát rakok hozzá, de mivel nagyon éhes voltam és siettem, ezért most csak ennyi. Aztán természetesen jött Merlin, hogy megnézze, mit eszek, és már fel is ült a székhez, hát hogyha kap belőle, viszont ez neki egyáltalán nem jó, mivel az avokádó és a fokhagymabor is mérgező kutyák számára, én viszont nagyon szeretem. Ezután pedig TikTokon láttam egy olyan videót, ahol egy ilyen tojástartót használtak fel szimati játékhoz, úgyhogy arra gondoltam, én is elkészítem és kipróbálom. Van itthon ilyen kis apró jutalomfalat, úgyhogy ezt belerakom, és papírtörlővel becsomagolom, és kíváncsi leszek, hogy mit szól hozzá Merlin. Na hát ez így néz ki, de attól félek, hogy ezt nagyon hamar ki fogja csomagolni. Én először becsuktam, és azt hittem, hogy majd így is ki tudja bontani, így próbáltam odaadni neki, de aztán rájöttem, hogy ezt így ő nem tudja kibontani, úgyhogy ki kellett nyitnom, és utána már neki is esett ennek a játéknak. Merlin nagyjából egy 10 percet foglalkozott vele, ennyi idő alatt kiszedett minden jutalomfalatot, úgyhogy nagyon-nagyon hamar megoldotta. Aztán végre elkezdtek felkelni a hörcsögök is, itt már azért elég késő este volt, és nudlit egy kicsit kiszedtem, őneki az a mániája, hogy felmászik ide a nyakamba, és utána a hátamon mászik, amit annyira nem szeretek, mert attól félek, hogy le fog esni. Jaj, és nem sokára itt van a hörcsögémnek a szülinapja, legalábbis Lulunak és Nudlinak. Pontosan nem tudom, hogy mikor születtek, viszont február elejét lőttem be, úgyhogy nem sokára bulizni fogunk. Mivel a hörcsögeim nem egy időben kelnek, ezért nem tudom megmutatni mindegyiket,
Most csak Nudli volt fent, a többiek még aludtak. Egy kicsit most vele foglalkoztam, és utána kiszedtem mindegyiktől a kis tányérkájukat, és elkezdtem összekészíteni nekik a vacsorát, ami friss zöldséget jelent. Na és a mai menü az ez lesz, úgyhogy kiosztom mindegyiknek, illetve majdnem mindegyik megette az összes magocskáját, úgyhogy feltöltöm a készleteket. Szotyinál azt hiszem, hogy itt nem kellett feltölteni, mert volt még neki, viszont egy-két kiegészítőt ő neki is tettem. Mindig más időpontban kelnek a hörcsögeim, de most úgy nézem, Nudli volt a legéhesebb, mivel ő várta a legjobban a vacsorát. A mai napon a második hörcsög, aki felkelt, a Szotyi volt, és ő is megvacsorázott. Lulu ezen a napon elég későn kelt, úgyhogy őt most nem tudom megmutatni a videóban. Aztán miután ettek a hörcsögök, kiszedtem a fonaljaimat, és arra gondoltam, hogy horgolok egy kicsit így este, kikapcsolódásképpen. Persze ez nem szokott túl sokáig tartani, mert Merlin idehozta a játékát, és finoman jelezte, hogy ő most játszani szeretne, úgyhogy hallgattam rá, és letettem a horgolótűt, elmentünk egyet játszani. Miután végeztem mindennel, összepakoltam a konyhába, illetve a szobába is. Igyekszek mostanában este rendet tenni, sokkal jobb érzés reggel úgy felkelni, hogyha tisztaság van, és nincsen mindenhol szanaszét az összes játék. Ja, és képzeljétek el, végül mégis sikerült egy hörcsögöt horgolnom, meg is mutattam Merlinnek. Ezután következett a fürdésidő, ahol Merlin mindig itt van. Aztán utána kiküldtem, mert amikor bemegyek a vízbe, tuti akkor akar kimenni. Este pedig már csak egy kis játék következett, és azt hiszem, hogy itt már csak aludtunk utána. Más nem is történt. Na jó éjszakát!